Nyílt napot és toborzót tartottak a Violin Alapfokú Művészeti Iskolában. Az intézményben több szekció közül választhatnak az alkotni vágyó és táncos lábú gyerekek. Stábunk legutóbb a néptáncosok és a hip-hoposok foglalkozásába nyerhetett betekintést. Előbbi csapat Pásztor Máté vezetésével 15-16 taggal működik, és a néptánc legkülönbözőbb válfajaival is megismerkedhetnek az érdeklődő gyerekek. És az online téren túl hogyan is lehet jelentkezni a csapatba? Bármelyik héten, hétfőn és szerdán 5:30-tól 18:00 itt vagyunk a Kalózs Dezsi utca 1/1-ben. Itt próbálunk, nyugodtan el lehet jönni a próbára, be lehet nézni, akár csak megnézni, akár egyből be is állni, egészen szeptember 30-áig. Ha valaki évkezdve kap kedvet, azt se utasítjuk el nyilván, de szeptember 30-ig tart a bérkozás nálunk. És ami nagyon fontos és különleges a csapatban, hogy szerintem az országban nagyon kevés ilyen gyerekcsoport van, hogy 12 fiúval és 3 lánnyal működünk. Általában ez a másik oldalra szokott billenni ez a mérleg, úgyhogy főleg a lányok jelentkezését várjuk, és bízunk benne, hogy lesz még lehetőség megmutatkozni valahol, ahol az emberek kedvet kapnak majd a táncoláshoz, pláne a gyerekek. A fiatalok visszajelzései alapján pedig úgy tűnik, nagyon szeretik a néptáncot. Az intézmény kötelékében működik egy hip-hop csapat is. A No Control Dance Group immáron 25 éve biztosít lehetőséget a műfaj szerelmesei számára. Kálmán Károly vezetésével egy kiváló csapattal dolgoznak a fiatal táncosok, és ők is minden érdeklődőt szeretettel várnak. A csapat most rettentően jó, nagyon összetartó és vidám. Szeretnek dolgozni, ami nagyon előnyös. Hát a javaslatom az az, hogy aki szereti ezt a hip-hop zenét, vagy a stílust, vagy magát ezeket a street art dolgokat, akkor az mindenképp jó helyen van nálunk, mert mi ezekkel foglalkozunk. Toljuk a legújabb zenékre, a legfrissebb mozdulatsorokat, úgyhogy folyamatosan fejlődünk, folyamatosan lehet nálunk újakat tanulni, úgyhogy sosem unalmasak az órák. Néha nehéz szavakba önteni, hogy miért is érdemes egy ehhez hasonló közösséghez tartozni. Vranyák Halász Csengét azonban erre kértük. Elmondása szerint nagyon jó a csapat, jó hangulat van az órákon, és nem mellesleg Kálmán Károly személye is sokat dob az élményhez. Szeretünk itt mindenkit, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komfortos terület, és nagyon könnyen meg lehet ezt tanulni, főleg, hogyha jó a tanárunk. Néptánc és hip-hop, és ez csak a táncos vonal. A Violin Alapfokú Művészeti Iskola azonban meg annyi képzési lehetőséget kínál, amelyekről az intézmény hivatalos oldalán találnak bővebb információkat az érdeklődők.